sokan nem tudják, de Kioszk Buda már létezett, vagyis kioszk már volt Budán, még a háború előtt. Úgyhogy maga az ötlet az tulajdonképpen tudtam nélkül, de már megszületett még korábban. Úgyhogy nagyon indokolt volt, hogy legyen egy budai közegnek, főleg, hogy ugye ennyire magyaros irány felé ment, amúgy is a kioszk egy modern magyar irány. Itt meg még ráhozunk egy lapáttal. Budán erre nagyon-nagyon nagy igény van. És volt egy olyan változás az életünkben, amiatt most volt egy lehetőség, hogy ezt nagyon gyorsan meglépjük. A Beefbarnak a másfél éves tapasztalat alapján be kellett látni, a koncepció maga nagyon jó egyébként, meg nagyon szeretik, viszont a lokáció miatt nehéz felület volt, meg terület, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor mi lehet az a megoldás, és akkor igazából ugye fejemre csaptam, hogy tulajdonképpen már csináltam egy ilyen ételmet. Kiosznak az executive chef-je az Orosz Gábor, cégcsoporton vezető felel alapvetően a kioszk márkáért. A helyi étterem chef az pedig a Simala Gábor. Ő volt egyébként már a Beefbarnak és mind a Leónak is a chef-je. A főételek közül a töltött káposzta az a személyes kérésem volt, és nagyon hozza azt a hazai, nagyon ízes jó vonalat, sőt, anyukám most a személyem nem hagyja, de még soha nem sikerült ennyire finomat csinálnia. A brassóit, ami pedig szintén egy olyan étel, amivel egy ritkán találkozol ilyen színvonalú étteremben, és azt megcsinálni tájátából ilyen színvonalon, szerintem az egy ilyen jó geg. Aztán a nagy klasszikus ugye a mákos guba, van benne egy technikai trükk, amit ilyen különleges lesz az állaga, kívül ropogós, meleg, belül hűvös még, és megpróbáljuk a helyet élettel megtölteni. Van egy nagyon jól bevált eseményünk, ez a Candlelight, ami minden kedden van, és lehúzzuk a fényeket és gyertya fényes vacsorára várom mindenkit romantikus zenével. Ezen kívül van a csütörtökön a Kiosk Live, de sokkal pezsgőbb, ott van, amikor táncra terülnek a kedves vendégek a végén, és vasárnap pedig family lunch. Tényleg jó látni, hogy családok mozdulnak meg, és kezdenek eljönni, úgyhogy ez egy jónak tűnik.